Üdv, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban három olyan karácsonyi filmet ajánlok a figyelmedbe, amelyekből angolul tanulhatsz. De mielőtt elkezdjük, szeretnélek még egyszer emlékeztetni arra, hogy egészen december 31-éig él az 50%-os kedvezmény valamennyi online tréningemre. Biztosan veled is volt már olyan, hogy kaptál egy karácsonyi ajándékot, amelyeket aztán egyáltalán nem használtál, és ott porosodott valahol a szobádban. Nos, szerintem a legértékesebb ajándék, amit magadnak vagy a szeretteidnek adhatsz, az a használható angol nyelvtudás. Ebből egy életen át tudsz majd profitálni. A tréningek leírását lent találod, ha lejjebb görgetsz ebben a videóban. És akkor vágjunk is bele a mai témába, tehát három olyan karácsonyi film, amelyből angolul tanulhatsz. Biztos az ünnepek alatt neked is több időd lesz kikapcsolni és filmeket nézni egyedül, vagy a családdal, vagy a barátaiddal, ezért most három olyan filmet szeretnék a figyelmedbe ajánlani, amelyek egyrészt ideális kikapcsolódást nyújtanak az ünnepek alatt, és arra is nagyon jók, hogy fejleszd az angol tudásodat. Az első ilyen film a Drágán add az életed, vagyis a Die Hard, és itt kifejezetten az öt filmből álló sorozatnak az első részére gondolok. Ugye ezt kifejezetten az akciófilmek szerelmesének ajánlom. John McClane, New Yorki nyomozó, Los Angelesbe érkezik karácsonyra, hogy találkozzon a tőle elhidegült feleségével, de ami alatt a karácsonyi partit tartják, az ünnepség résztvevőit túszulejtik a Nakatomi toronyházban. Többet nem mondok a történetről. Nyelvtanulási szempontból én azt javaslom neked, hogy külön figyelj a kontrasztra a dialógusokban, például arra, hogy mennyire kifinomultan beszél angolul a főgonoszt alakító Alan Rickman, és mennyivel egyszerűbben, már-már póriasan fogalmaz a rendőr hadnagyot alakító Bruce Willis. A második film egy animációs film, de ez a film inkább a felnőtteknek szól, mint a gyerekeknek. Ez a film pedig nem más, mint a karácsonyi Lidérc nyomás, angolul pedig The Nightmare Before Christmas. Ezt a filmet Tim Burton rendező rajzai és ötletei és animációs vázlatai alapján készítették. Tulajdonképpen a horror, a vígjáték és a musicalnek egy nagyon-nagyon érdekes keveréke. További érdekessége, hogy az egész filmet nem számítógéppel csinálták, mint ahogy az napjainkban szokás, hanem éveken át készítették úgynevezett stop motion technikával és bábfigurákkal. Úgyhogy ha szereted a különleges és furcsa animációs filmeket, akkor mindenképpen ajánlom a figyelmedbe a karácsonyi Lidérc nyomást. És végül a harmadik film a Reszkessetek betörők, vagyis a Home Alone című film. Ugye nincsen karácsony Kevin nélkül. A magyar csatornák legalább egyszer levetítik ezt a filmet az ünnepek alatt, úgyhogy ez egy már-már klasszikus film. Ugye a Chicagóban élő McAllister család a karácsonyi vakáció idejére Párizsba megy, de egy véletlen keveredés folytán a 8 éves fiúk otthon marad, és megvédi a házat két ügyefogyott betörőtől. Biztos, hogy te is láttad ezt a filmet egyszer vagy többször karácsonykor, de itt az ideje annak, hogy végre angolul is megnézd, és egy jót szórakozz rajta. Nos, én köszönöm az egész évi figyelmed, és a videó végén neked és szeretteidnek kellemes karácsonyt, és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánok. A következő videó pedig majd januárban érkezik. Minden jót, viszlát!